kezünkbe a Bibliáinkat, és nézzük ki, talán a Filippi beliekhez írt levelénél, Filippi beliekhez írt levél első fejezete. Láttam egy keresztény mémet. Tudjátok, igazok a mémek? Ilyen vicces, internetes képek, tehát igazából viccek, csak képekben megfogalmaznak általában. Egy hívő ilyet láttam. És arról szólt, hogy valaki lefényképezett egy ilyen mákos zacskót. Ilyen darált mák volt benne, csak a mák elég oda tett egy i betűcskét. És azt lehetett olvasni, hogy darált. Annyira jól sikerült neki az i betűskéje, hogy azt hittem, hogy valami. Tehát én azt hittem, hogy tényleg így nyomtatta a cég, és akkor mi? Ez valami hívő cég, vagy nem tudom. Miért ilyet csináltak? Van olyan, hogy az imák azok így el vannak találva. És tényleg olyan talán. Akár a tartalma is, mint az a kis zacskónyi darált mák. Össze van találva, és kész Isten, tessék, itt van neked. A párnak az ima élete, az teljesen más volt. Talán itt az ima órákban is vannak ugye megszokott ima stílusok, amikben imádkozunk, hogy hogyan vannak az ima kéréseink, és azokat hogyan kérjük Istentől, hogyan adunk hálát, akár a prédikációért visszautalva bizonyos pontokra, ahol és tehát megvannak ezek a szokások, hogyan szoktunk imádkozni. Mi pálapostolnak a szokás? Mi pálapostolnak az imája? És ezt látjuk itt a 9-es verstől, 9, 10 és 11-ben. Pál azt mondja, és azért imádkozom, hogy. Pálnak is van egy ima témája, ugye ezzel a gyülekezettel szemben.
És szereti is ezt a gyülekezetet. Ugye az előbb, tehát az egész 11-es verset felolvastuk, és itt korábban beszélt arról, hogy szeretné látni őket, elmenni ők hozzá, és imádkozik értük. A 4-es versben is említi már az ő imáját, hogy mindenkor, minden könyörgésemben nagy örömmel, hogy megemlékezek rólatok, mert részt vettetek velem az evangélium dolgában, és segítettek abban, és kiálltatok én mellettem. És azt mondja a 6-os vers, hogy megélényőzött arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Tehát Pál tudja, hogy van bennük valami jó. Valami jó elkezdődött, de Pál apostolnak tovább kellett mennie, és bárcsak folytatódna az, bárcsak meg lenne az a növekedés, amire ráálltatok, amit elkezdtetek, és ez igazából Pálnak az imája, hogy az ő növekedésük az menjen, az folytatódjon. És egy konkrét célért imádkozik Pál, amit a 9-es, 10-es, 11-es versen látunk, egy ilyen folytonosság az igazából. A 11-es versenben vers szól arról, hogy teljesedjen az igazságunk gyümölcsével. Hogy eljussunk arra, hogy az igazság gyümölcseit megteremjük. Hogy eljussunk arra, amitől beszélt is, hogy ezt a jó dolgot, amit Isten elkezdett bennünk, ez folytatódjon, ez menjen végbe, ez teljesedjen be. Egészen mindvégig legyen meg. És ennek az egésznek az lesz a célja, hogy igazság gyümölcsét teremjük, azt kapjuk meg. És Pál itt, amikor elkezdi mondani az ő imáját, szinte az írnak a hirtelen talán nem is tudja, hogy most Pál, most nekem diktálsz, vagy elkezdtél imádkozni, csak úgy magadtól egyszer csak. Pálnak az imájában látunk 4 darab állomást igazából. És a 9-10-11-es versben ezek nem olyanok, hogy el lehet őket különíteni, és én is elkülönítem majd őket, és úgy beszélek róluk, hogy első, második, harmadik, negyedik része az imájának. Mégis ezek nem csak különálló ima témák, vagy így szerdánként így külön egyesével elmondta volna, hanem egy folyamatot is ábrázol, ami elvezet igazából bennünket ehhez, hogy teljesen legyünk az igazság gyümölcseivel. Mikor állnak ezek az ima részek, és milyen hát lépések is vannak ezekben? Azt láttuk először is a 9-es versben, és azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Tehát azért imádkozik, hogy bennük van ez a szeretet, ez is egy jó dolog, ami elkezdődött. Ugye, hogyha valaki megtér, akkor azt olvasok, hogy ott van az első szeretet, az a nagy újdonság, az a nagy felszabadultság, Krisztus iránt, hogy megszabadított engem így. Helyükre állnak a dolgok, hogy értem már, hogy miért van a világban sok minden. Szenvedés, nehézség, hogy a bűn van, és én magam bűnös vagyok, szükségem van megmentődés. Ezek a dolgok, amikor így összeállnak, akkor ott van egy ilyen szeretet Isten iránt, hogy és mindezektől megmentett. Mindezeknek a következményétől, a kárhozattól megmentett, és van szeretet elkezdi Krisztus bennünk azt a jó munkát, és hát ezt nem kéne tartani. Ezt kéne munkálni, ebben kéne növekedni ebben a szeretetben. És mégis a szeretetben való növekedésnél Pál, amikor itt imádkozik, akkor nem azt mondja, hogy legyetek még inkább szeretetteljesek, még elfogadóbbak, mindenkit szeressetek és belejöttek a kedvetekre, hanem azt mondja, hogy azért imádkozok, hogy növekedjetek, vagy bővölködjetek még jobban-jobban ebben a szeretetben, és bővölködjék ismeretben és minden értelmességben. Tehát a szeretet úgy növekedik, hogy növekedik ez az ismeret és értelmesség, vagy értelem, vagy megértés. Mi ez az ismeret, meg az értelmesség, vagy megértés? Az ismeret, amiben növekedik a szeretet, azok ilyen tényszerű dolgok, tényszerű tudásoknak az elsajátítása. Ez érdekes, talán ilyen nagyon eltávolítjuk egymástól ezt a kettő dolgot, hogy vannak ilyen tényszerű dolgok, le kell ülni, le kell tanulni, könyvből, ezek a dolgok, meg van a szeretet. És a szeretet az annyira a szívünkre van ragadva, hogy teljesen ilyen érzelmességre gondolunk, amikor szeretettől beszélünk, és amikor meg valamit könyvben meg kell tanulni, akkor az még ilyen nagyon tárgyilagos, nagyon objektív, és messze van egymástól az a kettő. És Pál azt mondja, hogy a szeretetet, az egyik dolog, ami irányítja, az az ismeret. Még jobban-jobban bűvölködjön, ami szeretünk, az ismeretben.
kicsikét előrébb lapozva, Filippi 3.10-ben Pál azt mondja, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedésében való részesülésemet hasonlóvá lévén az ő halálához. Pál apostol, és ez volt igazából az ő vágya, hogy ez az ismeret egyre inkább bővölködjön benne, hogy ebből egyre többet tudjon, és megismerni őt, magát, Krisztus, az ő feltámadásának erejét, hiszem, hogy erre nagyon nagy szükségünk van, hogy milyen erő rejlik igazából abban, hogy Krisztus feltámad, amiből mi is meríthetünk. És az ő szenvedésében való részesülésemet, hát ezt Pál első kézből tapasztalhatta, és tanulhatta, hasonlóvá lévén az ő halálához, hát Pál ugye a sok üldöztetésében tényleg elég közel került a halálához, és részesült ebben. És ez az ismerete, ugye, hogy Krisztus kell szenvedni, Krisztust magát megismerni, az ő életét, az ő parancsait, az ő követését, akár a szenvedésekben is, ez olyan, amit hát tanulni kell. És ugye ezt tanuljuk, tanulmányozzuk, vagy ahogy nekünk most átadatott az igén keresztül, hogyha ezt tanulmányozzuk, akkor fogunk bennünk belekedni a szeretet. Ez érdekes, ezt így elkülönítenénk egymástól. Aztán Pál azt mondja, hogy ezt a szeretetet nem csak ez az ismeret tudja helyes irányba terelni, hanem azt is mondja, hogy és minden értelmességben, minden megértésben, vagy ilyen logikus megítélésben. Ez egy nagyon érdekes szó igazából az eredetiben. Ez, hogy ez az értelmességben, ez csak is itt szerepel egyedül az Új Szövetségben, hogy itt van egyedül használva ez a szó, és tényleg inkább vagy olyan jelent, hogy ilyen logikus, ismeretlen alakuló döntéshozatal. Tehát a szeretetet irányítja ez az ismeret, illetve ez a bizonyos fajta ítélettétel, ez az értelmesség. Van egy tárgyalós tudás, és ezt, amikor értem, akkor tudok helyes módon szeretetet gyakorolni, szeretetet mutatni. A szeretetben való megértéshez, vagy ahogy itt van, értem, megértéshez kell ismerni objektívan a tényeket. Ezért van, hogy manapság, ugye itt van ez a szeretet dolog, és ezt nagyon elfacsarja a világ, elcsüldi, csavarja. Tehát a szeretet, az ismeret és az értelem az, ami kontrollálja ezt a szeretetet, és anélkül csupán egy ilyen csapongó érzelgőség a szeretet. És pontosan így van manapság reklámozva ebben a szeretetben, hogy hát ahogyan te érzed, hogy ezt kell szeretni, azt kell szeretni. Sőt, a nagyon nagy elfertítése a manapság, vagy a szeretet, az mindenkit befogad. És mindenkit szeretni kell, mindenkit el kell fogadni. És nem ezt akarják megmondani az emberek torkán, hogy te nem vagy szeretetteljes, te gonosz vagy, hogyha nem fogadsz el mindenkit. És az elfogadás, szeretet, ez is így kezdik összemosni ezt a két dolgot, amikor két különböző dolog tud lenni. És a helyes szeretetet, ahogy itt olvassuk, az ismeret, az igazságnak az ismerete tényszerűen, és annak a helyes értelmezése, felfogása az az, ami irányítja igazából. A helyes ismeret alapján meg kell tudni értelmesen ítélni a dolgokat, hogy hát valóban szeretetről van szó, valóban lehet-e szeretni azokat a dolgokat. És ezt a szeretet dolgot a világban nem kicsavarja. Egyszer első kézből tapasztaltam a kollégiumban, volt egy évfolyamtársam, akivel volt nézeteltérésünk, és hát úgy érezte, hogy nem szeretem őt. Elvetettem azt, amit ő mondott, és a könyvtárból kikölcsönzött egy Bibliát, és kikereskedte benne azt, hogy szeretet. Na most ez elég érdekes, amikor egy világi ember jön oda a Bibliával a kezében, teszi alá, és mondja, hogy itt vannak kigyűjtve igéversek. Világi embertől kaptatok már referenciákat. Na nézd meg ezeket a Bibliában. Elég érdekes volt, és egy csomó vers, tehát gondolom beírta a keresőbe, hogy szeretet, és amelyik azt mondta, hogy szeressétek egymást, azokat a verseket így az orrom alá toltak. Tényleg a Bibliában az van, hogy szeressétek egymást, csak a lehetőleg, vagy a legtöbb vers az egy Jánosból volt. Egy Jánosban nagyon sokszor van az, hogy
szeressétek egymást, fiacskáljétek, mert ti atyafiak vagytok, és kellett nekem mondani, hogy figyelj, te nem vagy az atyám fia, tehát nem egészen úgy van ez a dolog. És az ilyenfajta szeretet, ezek a versek nem arról beszélnek, hogy vakon elfogadni mindenféle dolgot. És ugye a világiaknak ez nehéz magyarázni, hogy az adott szövegkörnyezetből azt jelenti ez a szeretet szó, és a többi. Mert ők csak azt látják, hogy benne a Bibliában is, szeretni kell engem, el kell fogadni az én dolgaimat. És manapság így használja a világ ezt a szeretet dolgot. De a szeretetet, azt irányítja az ismeret, helyes igazságokon alapuló ismeret, és az értelmesség, ahogyan olvastuk. De nem csak a hitetlenek azok, akik rosszul kezelik a szeretett témakört, hanem tudjátok még akár testvérek is, hívők is félrenézik. Például sokat van lobogtatva az 1 Péter 4:8, az a második fel, hogy a szeretet sok vétket elfedez. Gyakran hallani. A szeretet sok vétket elfedez. És így van. A szeretet elfedezi azt a vétket, ami megvan valva. Ami helyzet hozva. Amiért Krisztus előtt már bocsánatot kértek. Amit elfedez Krisztus igazságára. Igen, azokat a vétköket elfedezi a szeretet. Balgatokok vagyunk, hogyha azt mondjuk, hogy valaki vétkezik, és rá se hederítünk, mert a szeretet van bennünk. Ez téves, és az igazságban kifocsolása. Pont ott az 1 Péterben, azon a szakaszon, szövegkörnyezetben sok szó esik arról, hogy Isten ítéletet fog hozni, és hogy milyen szörnyű bűnök vannak, amiket a világért elkövetnek. És már, vagy Péter ott azt mondaná, hogy ott van az a rengeteg bűn, de feledkezzünk meg róluk, mert a szeretet úgyis elfedezi azokat. Hát nem, van az ítélet, van ennek következménye. Hívőknél pedig bocsánatkérés, és megbánás, és elhagyás. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor a szeretet el tudja fedezni azt a bűnt, mintha meg se történt volna. A megbánt, elhagyott védket, azt lehet úgymond szeretni, vagy értsétek jól, hogy nagyon idézőjelben. Viszont ennek az érvemnek van egy másik oldala is. Tehát ugye azt mondogatom, hogy ezt a szeretetet, amiért Pál imádkozik az első imájának az első részében, első lépésében, az kell, hogy irányítsa ez az ismeret és az értelmesség. És igen, kell, hogy ez a kettő legyen, viszont tehát azt mondom, hogy rossz az, amikor csak szeretet van ismeret és értelme nélkül. Viszont az ellenkezője is rossz, amikor húdan ismeret van és mindent értünk, mindent tudunk, mint ahogy itt a versben is szó van erről, hogy minden értelmességben, nem minden tudásról van szó, hanem az szükséges, hogy minden területen, hogy egy átfogó értelmünk legyen a dolgokról. Tehát amikor megfordítjuk ezt a dolgot és azt mondjuk, hogy ez az ismeret, ez kell nagyon-nagyon-nagyon, és értelmességgel ezeket összefogni, és elfelejtkezünk a szeretettől, akkor is kiválás, akkor is vétkezünk igazán, nem? Akkor lesz a büszkeség, akkor lesz a törvénykezés, akkor lesz az, hogy felhúvalkodottá lesz az ember. És pontosan ugyanezt írja az 1 Korintus 8-nak a 8-1-nek az első köve. 1 Korintus 8-1, az ismeret felhúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. És pontosan ugyanezt látjuk itt, hogy itt van ez az ismeret, és ez összhangban van a szeretet. Látjátok tehát, hogy ezt a szeretet dolgot kordában tartja, mederben tartja az ismeret, amivel bővölködni kell, amire szert kell tenni, amit olvasni kell, amivel el kell mélyülni, és minden értelmességgel. És miért kell ezt tenni? Pálnak a következő ima részlete, 10-es vers, ami igazából kapcsolódik ehhez, és következik belőle, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Mert hogyha van helyes ismeretünk, helyes értelmezésünk a dolgokról, és mindezt tesszük szeretetben, ami egyre inkább bővölködik, akkor tudjuk helyesen megítélni, hogy mi a rossz és mi a jó másodszorban. Tehát különbséget tenni jó és rossz között. Ez egy nagyon alapvető emberi képesség. Tudom, hogy vannak nehéz esetek, és vannak szürke szituációk,
Sőt, arra is van itt szó, hogy megítélhessétek, meg kell ítélni. Tehát, még az ilyen szürke dolgokban van, és azt kell mondani, hogy akár is oda, valamelyre dönteni kell. És Pál azt mondja, hogy döntsen a jobbat, megítélni, hogy melyik a rossz, és melyik a jó. És az ember képes erre. Hidd el nekem, hogy képes vagy rá, tudod miért? Azért, mert te is szakítottál a tiltott gyümölcsből, ami a jó és a gonosz tudásnak a fája. Tudod, hogy mi a jó, tudod, hogy mi a gonosz. Talán el kell kicsit mélyülni az ismeretben és az értelmességben, és a szeretet szemszögéből nézni a dolgokat, és úgy megítélni, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez egy olyan dolog, amit nekünk kell akkor csinálni. Hát nekünk kell rávenni magunkat, hogy ezt a döntést meghozzuk, akkor is, amikor egyébként, hogy meglássuk, hogy a banktablás az rossz, és szürkébb esetekben, hogy most akkor mi az, ami rossz, mi az, ami jó, mi az, ami tenni kéne. Ez a mi felelősségünk. Isten nem dob ránk egy dobozni jó dolgot. Tehát választani kell a jó és a rossz közül, és nem azt csinálja, hogy így rászakasztja azokat a dolgokat, amik jók, és akkor minden, ami van, minden lehetőségem, adatság, az Istentől van, és az jó, megyek előre. Ez nem így van. Minden egyes lépésnél gondolkodni kell, hogy akkor meg ítélni, hogy ez jó, vagy rossz, követendő. Ez az az irány, amit Isten nekem szab. Meg kell vizsgálni a dolgokat. Ezért szükséges lehet az értelem és az ismeret. És amit csinálni kell, ki kell válogatni ugye nagyon sok rossz dolog közül igazából a jó dolgokat. Megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Nagyon érdekes ez, hogy ez a, hogy mi a rossz és mi a jó. Ez nincsen benne az eredetiben. Igazából, hanem helyette csupán egy szó van. Pál egyetlen szóval mondja ezt, hogy megítélni, tehát egyetlen szót használ arra, hogy rossz és jó között különbséget tenni. Azért, mert igazából Pál azt mondja, hogy a jobbikat választani. Tehát Pál, Károli nem tévtanítást írt, amikor azt mondta, hogy a rossz és a jó között kell különbséget tenni, mert tényleg, hogyha vannak választási lehetőségeket, akkor hogyha sorba rakjuk őket, akkor vannak a rosszak, amik elvetendők, és van a jó, amit választani kell. Tehát két dolognál is már valamilyen sorrendiségét fel kell állítani, és akkor ami fölőre kerül, az lesz a jobb, és azt kell választani. Tehát Károly nem tévedett, amikor azt mondja, hogy rossz és mi a jó, meg kell különböztetni, de Pál inkább egy olyan szót használ, ami azt domborítja ki, hogy és válasszad a jobbikat. Tehát, mert a jobbik választás, a jobbik dolog. Aktívan neked kell arra rájönni, és azt választani, azt cselekedni, abban előre menni. És sok ember csak így tétovázik, totoljázik. Hát mi lenne a jó dolog? Főleg akkor, amikor mondjuk kettő rossz közül kell választani. Akkor ez például tud bátorítani téged arra, hogy hát, kevésbé rossz az, ami az irány. Megítélhessétek, hogy mi a jó, sőt, mi a legjobb. És amikor megítéled, hogy mi a legjobb, akkor bátorsággal azt tenni, és arra előre felé menni. Ugye már másodszorra csinálom azt, hogy hivatkozok arra, hogy az eredeti görögben ez is az van. Egy kis nyugdutat, hogyha megengedtek. A gyülekezetünkben ugye hagyományokban vannak, vagy ilyen szokásai. Visszanyúlunk az eredetihez, meg megnézzük az eredeti görögöt. Ugye a Potter bácsi nagyon sokszor csinálta, a mások is, akik igével szolgálnak. De most, hogy ilyen lehet, hogy jó ismét tisztelet van, csak meg szeretném említeni, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem azért csinálja ezt, hogy bármely prédikátor, aki ilyet használ, hogy azt mondja, hogy milyen jó vagyok, tanultam görögöt, vagy ismerem annak a nyelvtanát. Hidd el nekem, hogy nem kell tudnod görögül, mert manapság már vannak ilyen programok, applikációk, lehetőségek, hogy nulla ógörög tudással tudja nézni az eredeti szöveget. És nem azért csináljuk, hogy valami új, mélyebb jelentést találjunk a dolgoknak, új igazságokra bukkanjunk. Hogyha valami nagyon új igazság lenne, akkor én legalábbis nagyon szkeptikus lennék először is azzal kapcsolatban, hogy 2000 éve senki sem gondolt erre az újszerű dologra. Nem. Dedikátor az nem lehacsonyítani akarja a hívőket, hogy jaj, ti nem, nektek nincs.
nincs ilyenhez hozzáférésetek. Ami nem igaz, mert bármelyik őtöknek. Nagyon szívesen megmutatom, hogy hogyan lehet igazából ilyet használni és csinálni, tényleg nulla görögel. Hanem inkább azért mondják ezt az igei hirdetők, hogy amikor eljutsz esetleg ehhez az igazhez a te áhítatodban, akkor eszedbe jusson, hogy igen, Tárgyal így fogalmazta meg, és nem rossz az, ami itt van, csak egy mélyebb jelentést is lehet emellé gondolni. Tehát ide van írva egy darab szó, amivel, vagy egy kifejezés, amit Károly fordított, de az eredetiben annak van egy tágabb jelentése is. Nem új dolgot akarunk ilyenkor bele szuszakolni a Bibliába, hanem azt arra rámutatni, hogy amikor van az állítatot, jussanak ezek a dolgok eszedbe. Emlékezzél ezekre vissza. Ugye az akkori hívőknek, például a filippibeli hívőknek is, nagyon-nagyon fontos volt az, hogy különbséget tegyenek a rossz és a jó között, sőt, hogy válasszák ki a jobbat, és azt kövessék. Nekünk rettentően könnyű helyzetünk van, mert tényleg először a Bibliát, vagy először egy keresőt, beírjuk a keresett szót, és megnézzük, hogy hol beszél arról a Bibliáról. Ugye a filippibelieknek, meg más hívő gyülekezeteknek nem annyira volt lehetőség még erre. Pálnak a levelei kerintek, ugye Filippinek volt annyi Bibliája, mint amit el tudunk olvasni ebben a négy fejezetben, esetleg néhány ilyen ószövetségi proféták is kerintek még, de nem volt összeállítva a Biblia. És akkor ők honnét tudták azt, hogy mi a jó, mi a rossz? És neki csupán annyi volt, hogy hát ezt a levelet írt nekünk Pál, minden döntésünket erre kéne alapozni. Meg ott a szomszédban, Kolosséban, és kaptak egy levelet, hát cseréljünk egy kicsikét, és abból is merítünk. Meg valami szomszéd városában van Ézsaiás, egy másolata, és akkor ezekből merítettek ők. Hát volt egy ilyen rövidített bibliájuk, tudjátok, mint amikor van ilyen, hogy új szövetség Zsoltárokkal például szépek. Abból is meg lehet térni, csak az igazi, teljes szentírás, az jó olvastagabb annál. Aztán mire alapoztattak mi? Hát ott volt Pál apostol, aki valamelyik gyülekezetben ott volt. 2-3 hetet, másik gyülekezetben ott volt. 2-3 évet, és ki mennyit tudott tanulni őtőle. Pál apostolnak voltak a küldöncei, vagy segítői, Timóteus, Titus, Epafroditus, és a többi utitása, akiket azért küldözgetett, hogy bátorítsa ezeket a gyülekezeteket, építse az ő hitüket, annál is inkább, mert ezekből tudtak igazából épülni. Mi pedig miből épülhetünk? A teljes írás igazából itt van előttünk. Úgyhogy amikor eljön az utolsó nap, és megítélhetünk, nekünk nulla kifogásunk lesz arra, hogy hát nem tudtuk, hogy melyik a jobb, nem tudtuk azt választani, mert nem tudtuk. Nekünk minden ide van. És igazából a filippibelieknek sem lesz annyira nagyon lehetőségük a kifogásokra, mégis talán egy fokkal jobb helyzetben lesznek, hiszen ők mondhatják azt, hogy neki nem volt ott a teljes Biblia. Nekünk viszont itt van a teljes. És Pálnak igazából minden tudása, minden bátorítása, a prófétáktól kezdve egészen az apostolokon át, minden kijelentése egészen az Úr Jézus Krisztusig teljesen a rendelkezésünkre áll. Lehetséges a különbséget tenni jó és rossz között. Lehet, sőt, kell is választani a jobbikat, azt kiválasztva az követményi szeretetben, amit irányít az ismeret és az értelmesség. Miért kell ezt tenni? 10-es versen a második fele, Pálnak a következő hiba témája, ami ebből egyenesen fakad, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Azért kell mindig a jobbikat választani, a jobbik helyzetet, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára. Megint csak azt mondjam el, hogy ez a szó, ami itt van, hogy tiszták, nagyon-nagyon érdekes szó. Csupán kétszer van használva az Új Szövetségben, és szó szerint azt úgy lehetne fordítani, hogy nap által vizsgált. Tehát, hogyha fogsz egy ilyen arany röhöcskét, és kimész a napra, és megnézed, hogy milyen szépen csillog. Igaz,
világosságban megvizsgálni. Nem valami sötét helyiségben, mikroszkópokkal, vagy kevés fényben, hanem kivinni a világosságra. Kivinni a, oda, ahol rendesen meg lehet vizsgálni az egészet, és a napsugár az, ami igazából ítéletet tesz, tehát szó szerint, hogy napítélet. Amit ebben a világosságban, amit Krisztus világosságában megvizsgálsz, na az lesz tiszta. És azt kell választani. Úgy kell tisztává lenni, hogy megnézegetem ezeket a helyzeteket szeretetben, és azt mondom, hogy azt választom, ami napnál is világosabban, ez a helyes választás. Akkor tudom én tiszta lenni. A másik hely, ahol használom az a szó, az Péternél van, 2 Péter 3.1-ben. Ez így már második levélnek írásom néktek, szeretteim, amelyel a tiszta gondolkodásokat emlékeztetés által serkentetem. Válasz mondja, bocsánat, ott Péter azt mondja, hogy a ti gondolkodásokat serkentetni kell, emlékeztetni kell, és én magam is ott vagyok, meg levelet is írok, és ugye azoknak az első századi hívőknek is kevesebb források volt, mint nekünk. Mégis emlékeztetni kell őket. Az ő gondolkozásokat tisztogatni kell, akár napfény által kivinni és megvizsgálni, hogy akkor ez az igazi tiszta, ez az, ami helyes, ez az, ami követendő. És ahogy a korábban is mondtam, ezek a dolgok eredeti görög. Ez is tud bennünket segíteni arra, hogy már, ez Péter, Péter mond, hogy mi gondolkozásunk, ami tiszta gondolkozásunk, az serkengetve legyen, hogy értem, hogy mi az, amit mond a Biblia, és értem, hogy milyennek az igazi átfogó értelmezése. Ezt akarom tenni. Amikor újra olvassuk ezeket az igéket, talán egy személyes állapotunkban. Tehát Krisztus fényében kell megítélni ezeket a dolgokat igazából, és ezért van szükség az ismeretre. Ezért van szükség az értelmességre, hogy helyes ítéletet, helyes döntést hozhassunk. Akkor leszünk tiszták, ahogy mondja, és a másik szó pedig botránkozás nélkül való a Krisztusnak napjára. Ugye botlás vagy botránkozás nélkül való, úgy is lehet mondani azt, hogy fethetetlenek legyünk. Na ehhez kell a szeretet, hogy másoknak botránkozást ne okozzunk. Ugye az evangéliumokban olvassuk, hogy de jaj annak, aki által a botránkozás esik. Bizony nagy szeretet kell ahhoz, hogy ami dolgaink azok helyesek legyenek, jót válaszunk, és még nagyobb botlálkoztassunk meg másokat. Egy érdekes egyensúlyt kell tartani ezek között, úgy, hogy mindig választjuk a jobbat, az igazat, a jót. Hogyha jól ítélünk, hogyha jól választunk, akkor maradunk tiszták, és akkor tudjuk elkerülni igazából a botlást, akkor leszünk mentesek attól, hogy valaki másnak is akár botlást vagy botránkozást okozzunk. Természetesen sohasem leszünk tiszták. Pálunkatik azt mondja, hogy az lenne a cél, azért imádkozom, az az én imakérésem, ti rátok nézve, hogy legyetek tiszták. És sosem leszünk teljesen tiszták. Sosem leszünk bűntelenek. Egészen addig, amíg a bűnös testünknek a fogságában vagyunk, ez sosem fog valóságá válni. Viszont törekedni kell rá. És a Filippi 3-ra már előre utaltam, most a Filippi 3.12-t az okoznék, ami azt mondja, Pál ott azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Pál azt mondja, hogy mégis nem vagyok tökéletes, pedig Pál a nagy hívő, a nagy, mint a keresztény az új szövetségben. És ő maga mondja, hogy én nem állítom magamról, hogy tökéletes volnék, eljutottam volna már erre a tökéletességre, viszont bennem van az igyekezet. És Pál apostolnak ez az imája, hogy legyen benne ez az igyekezet. És tudod, amikor itt vannak szerdánként az, hogy imádkozunk, vagy most délután 4-kor is egymásért, elmondjuk az imakérdéseinket, és amikor hallod, hogy a másik ember imádkozik értem, és belegondolsz abba a szituációba, ami az imakérésed, rájössz arra, hogy én is tehetnék igazából azért a dologért, tudom, hogy ez ilyen részem,
azon lenni, egyenként igyekezni, hogy megint legyen ez a tökéletesség. És Pál azt mondja, hogy igyekszem, hogy el is érjem, amilyen meg is ragadott engem Krisztus Jézus, és amilyen belül is megragadott Krisztus. Amit Pál mondott a levelének az elején, hogy Isten elkezdte ezt a jó dolgot mi bennünk, de be kell fejezni ezt. Azt a futást azt meg kell futni. Nem szabad elesni, hogy botlás nélkül, botlánkozás nélkül megfutni igazából azt a pályát. Na ez lenne az igazi cél. Ez az, amilyen Pál imádkozik, hogy bárcsak a Filippi beliek meg tudnák ezt csinálni. Ez az a cél, amit Isten szeretne látni a te életedben, és hogy bárcsak tudnál jól megfutni, kitartóan megfutni azt a pályát, amit Isten elé ez. Nem azért, mert ne tudnánk a játék szabályokat. Az egész időre van írva. Nem azért, mert... Ez volt Pál az imája. Én hiszem, hogy a lelki pásztorunk imája is ugyanez mindannyiunkkal kapcsolatban. Azért imádkozom, hogy egyre nagyobb legyen a szeretet bennetek. Ismeretben. El tudom képzelni, ahogyan reggelente imádkozik értünk, a lelki pásztor. Hogy aznap mindenkiben lehessen megítélés a jó és a rossz között, hogy választanánk mindannyian a jót, hogy legyünk tiszták, botlás nélkül valók azon a napon, amit Isten elénk helyez. És hogy ez megvan? Hogyha futod szabályszerűen, botlás nélkül, tisztán tartva magadat, futod a hívő életedet, akkor jut el Pál az imájában a 11-es vershez, ahol azt mondta, hogy teljesedni az igazságban gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Ekkor tudsz igazából gyümölcsöt teremni. Tehát van szó sokszor gyümölcsökről, lelki gyümölcsök, a lélek gyümölcsétől, és hogy azt teremni, szeretetől a békés, stb. És kellenek azok, de kell hozzá az, hogy jó döntést hozol, kell hozzá az, hogy szeretetben ismered, hogy mi az igazság, és meghozod a jó döntést. Elkerülöd azt, ami bepiszkít, ami botlást okoz a hívő életedben, és tudatosan naponta a te hívő pályafutásod, szó szerint futásod során átugrod azokat az akadályokat, akkor tudsz igazságot, gyümölcsét teremni. És ez is a mi célunk. És ténylegesen Pálnak az imája az erre fut ki. Ez az ő célja, hogy ami jó dolog el lehet bennetek kezdve, az menjen végbe is, amikor lesz. Végmegy, akkor lesz gyümölcs a végén. Ez az, amit szeretne látni Pál. Ez az, amit minden lelki pásztor szeretne látni a hívő életében, hogy legyen gyümölcs mi bennünk. Teljesedjél az igazság gyümölcsével. Mert Jézus Krisztus teremt, ez is a Biblia mennyire érszakban van a saját magában, hogy ezeket a gyümölcsöket Jézus Krisztus fogja igazából a végeredményben megteremni. Nem lehet gyümölcsöt teremni Jézus Krisztus nélkül. És mi okból? Az Isten dicsőségére és magasztalására. Az Isten dicsőség, tehát Istent dicsőíteni, Isten magasztalni, néha vannak elképzelésünk, hogy így kell, úgy kell, énekben, lehet úgy is, igen. De ami Istent igazán dicsőíti, az az, hogy van gyümölcsöt. Ha nincs egy gyümölcsöd, akkor hiába énekelsz, akkor hiába dicsőíted őt, akkor hiába van bizonságvétel. Miről teszel bizonságot, hogyha nincsen gyümölcs, amikről bizonságot tehetnél? Hogyan lesz gyümölcs, hogyha nem a helyeset választottad, hogyha nem tudtál tisztán maradni hozzá? Ez Pál apostolnak az imája a Filippi gyülekezetért, és ez lehet az imája mindig lelki pásztornak is. Sőt, egymás iránt is lehetünk ilyen imádsággal. Bárcsak megadná Isten azt, hogy mi is ezen a lépcsőfokon, hogy végig tudjunk menni nap mint nap mi hívő életünkben. Imádkozzunk. Mennyi Atyám, hálás vagyok teljes nyilatkoztatott ígéréért, amit elénk adsz, és nap mint nap forgathatjuk azt, élesíthetjük a tudásunkat, terület, és egyre inkább elmélyülhetünk abban, hogy megláthassuk, hogy milyen is vagy te valójában. Kérlek Istenem, add meg, hogy szüljön az olyan Isten félelmet bennünk, ami képesít ezt minket arra, hogy
sokszor ott van a könnyebb út, amit kínál a világ. Kiskapuk, hogy ide fussunk be, és adjuk be a dolgunkat a kísértésnek. Kérlek Istenem, adjál elegendő erőt ahhoz, hogy tudjunk ellenállni ezeknek a kísértéseknek, tudjuk megtartóztatni magunkat tisztán, tudjunk elmélyedni a te ígéden. Nem csak cselekedeteinkben, azokban őrizzél bennünket, őrizd meg ki a gondolatainkat, és amik gyorsak és csapongóak, kérlek vigyázz az